Tekintve, hogy a nyíregyháziak a többieknél később csatlakoztak az NV2 keleti csoportjának mezőnyéhez, márciusban besűrűsödött a csapatprogramja. A Deac elleni mesnek a Sunshine se lett volna a házigazdája, de teremgondok miatt végül Debrecenben mérkőzött meg egymással a két csapat. Az első találkozón elszenvedett 50 pontos vereséghez képest jól helytáltak a fiatalokat felvonultató vendégek, akik az első negyed kivételével tartani tudták a lépést a végül 12 pontos győzelmet arató házigazdával. Mint minden csapatjátékban azért a mérkőzések összehozzák a, a játékosokat, a csapatjátékot tudunk fejlődni védekezésben és támadásokban is. Nem kifogásként, de azért tudni kell, hogy a csapat egy jó része középiskolás negyedikesekből áll, akik már az érettségére készülnek, és egyre nehezebben összeegyeztethető. De azért minden elismerésem a fiúké, akik az edzésen és is a mérkőzéseken is maximálisan oda teszik magukat. A nyíregyháziak pénteken Miskolcon a tabellán közvetlenül mögöttük álló Meavc 2 otthonában lépnek pályára. Az erőz eredményeket figyelve hazai pályán, mint általában a legtöbb csapat jó eredményeket érnek el, tekintve arra is, hogy MB1-B-s csapattal rendelkezik a Meavc, és többen lejátszanak az MB2-ben is jövő hét közepén befejező, értve, de hogy is ezen a héten már befejeződik a, az NB1B alapszakaszat, tehát az NB1B játékosok is ráérnek a mérkőzésen, úgyhogy úgy számolunk, hogy erős kerettel játszunk, tehát igyekszünk a lehető legjobbat, a győzelem reményében utazunk az ellenfélhez. A nyíregyháziakra a miskolci fellépésen kívül még három mecsvár március 31-ig, az már biztos, hogy 30-án Békés Csabán játszanak horvátbencéig, a Cegléd elleni hazai, illetve idegenbeli mérkőzés időpontja azonban még kérdéses.